A város főterén felállított adventi koszorú negyedik gyertyáját gyújtották meg december 19-én. Zám Lajosnyénak, a Kovács Pál Művődési Központ igazgatójának köszöntője után a Bán Zsigmond református két tanítási nyelvű általános iskola diákjainak és a Szőke Tisza népzenei együttes tagjainak ünnepi műsora következett. Kedves tiszafürediek! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket Tiszafüred város önkormányzata és a Kovács Pál Művődési Központ nevében. Elkezdődött a negyedik adventi gyertyagyújtás, és a műsorok is következnek. Az es folyamán a Bán Zsigmond iskola diákjai és a Szőke Tisza népzenei együttes műsora látható. A műsor előtt felkérem Zám Lajosné intézmény vezető asszonyt, köszöntse a megjelenteket. Jó estét kívánok mindenkit, nagyon sok szeretettel köszöntök. Olyanok vagyunk most így együtt, mint a napkeleti bölcsek. Mindenki jött valamerről, ki messzebbről, ki közelebbről. Mindenki hozott valamit. Van, aki műsort, benne verset, benne táncot, van, aki éneket, van, aki a szívét hozta, van, aki az idejét, ott hagyva azokat, akiket most otthon melege vár valahol. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves tiszafüredi polgárok, advent negyedik vasárnapja van. Két oldalról is megközelíthetnénk ezt a vasárnapot. Egyik oldala ennek a napnak, ennek az estének az, amit látunk, az a horizontális világ. Itt vagyunk mindannyian közösségben, itt Tiszafüreden, hétről hétre összegyűltünk. Tiszafüred város oktatási és nevelési intézményei ünneplőbe öltöztek, felkészültek a gyerekek azért, hogy örömet okozzanak azoknak, akik a városban ezen idő alatt eljönnek, hogy meghallgassák az ő műsorukat. Szeretném megköszönni a város vezetőinek, hogy egy olyan téren gyűlhetünk össze, ami rendezett és tiszta. A Szentírás azt mondja, hogy imádkozzatok és áldjátok a város vezetőit, mert a város jóléte a ti jólétetek. Én úgy gondolom, hogy mi ebben a városban és ebben az országban olyan körülmények között élhetünk, ahol béke van, és összegyűlhetnek az emberek. Hálás vagyok azért, hogy Tiszafüreden elfogadta a felkérésünket a református iskola, itt van most is, és a gyerekek egy nagyon szép műsorral készültek. Hálás vagyok, hogy egy olyan országban élhetünk, ahol férfiak és nők összeházasodhatnak, és gyermekeket nem lenszhetnek. Hálás vagyok azért, hogy a keresztények szabadon hihetnek, és megvallhatják a hitüket. És beszélhetünk arról, amit nem látunk, és az ember csak a szívében lát, a vertikális világról. Arról, amiről igazán szó van adventkor. Jézus megszületett, Isten elküldte az ő egyszülött fiát. Azért, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az igazi üzenete. Megkérdezhetnénk magunktól, hallottam egy dalban, hogy mit tennénk akkor, ha látnánk azt a csillagot, vagy mit tennénk akkor, ha találkoznánk azzal az angyallal. Kérdezem én is, mit tennénk akkor? Mit tennénk akkor? Ma is vannak csillagok, és ma is vannak angyalok. Valóban vannak angyalok, de most még nem láthatjuk őket. Viszont vannak emberek, gyülekezetben pásztorok és vezetők, testvérek, szülők és jó barátok, akik az evangéliumot elmondják az embereknek. Nekem, neked, önöknek. Azért, mert még tart a kegyelem ideje. Azért, hogy megtérjünk. Örülök, hogy ma itt lehetek önökkel, és hálás vagyok, hogy ebben a városban dolgozhatom, élhetem a családommal együtt. Boldog karácsony kívánok Önöknek, és fogadják szeretettel a Szőke Tisza népzenei együttesnek a műsorát, és a Bán Zsigmond iskolának a műsorát. Boldog karácsony kívánok Önöknek. Köszönöm. Köszönjük. Kérem a negyedik láng meggyújtására lépjen a koszorúhoz,
Erős Lászlóné Tiszafüred legrégebben működő civil szervezetének vezetője, Prényi Tünde intézményvezető, Takásné Paksi Mária intézményvezető és Zám Lajosné. Köszönjük! Fogadják szeretettel a Bánzsén-Bon Református Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda műsorát. A diákok után a Szőke-Tisza Népzenéi Együttes előadása hallható. Fogadják sok szeretettel! Olvad az első hó, csupa sár minden. A szánkó is még a padláson pihen, de a téren reggeltől fenyőfa áll, és minden ág a csillogó díszre vár. Az ablakokban este gyártyák égnek, és az emberek szemében titkos fények. Szájukon mosoly, kezükben csomagok, emlékeik közt régi karácsonyok. A faluban száncsengő hangja száldos, és megszaporodtak a nyitások. A gyerekek is most egy kicsit jobbak, és aranyos, kulcsomagok. Karácsony jön, és bekopog csendesen. Varázsától megváltozunk időben, és olvadhat az első hó, minden csupaság. A szeretet most már, a szívedet. Mi lenne, ha a karácsony a szeretetről szólna? Ha minden ember szívében egy apró gyertya volna? Mi lenne, ha meggyújtanánk, s fényemást elérne? Mi lenne, ha a fény körül mindenki elférne? Mi lenne, ha így közösen őriznénk a lángot, szeretettel beragyognánk az egész világot? Az ajándék, a szeretet, s a kedvesség lenne, ha világunk karácsonykor újjá is születne. Mi lenne, ha a karácsony sosem érne véget? Szeretetben és békében kezdenénk új évet? Mi lenne, ha a karácsony sosem érne véget? Mi lenne, ha megváltoznánk és emberi bébé válnánk? Mi lenne, ha meg is tennénk, nem csak megpróbálnánk? Mi lenne, ha nem vennénk el, és megpróbálnánk adni, és mindenkit, ki emberré lett, el tudnánk fogadni? Mi lenne, ha megélhetnénk mind a boldogságot, szeretettel jobbá tennénk az egész világot? Mindenhol már.
kis gyertyalánk, hol van a kint madár? Mindenki várja őt, miért nem jön már? Sok még a gyűlölet, ínség és szenvedés, mikor lesz vége már kis gyertyalánk? Sok cukor, ajándék mindenhol, de az én szívemben nincs nyugalom. Ki mondja meg nekem, hogy éljek, s mit tegyek, hogy karácsony ünnepén boldog legyek. Ki mondja meg nekem, hogy éljek, s mit tegyek, hogy karácsony ünnepén boldog legyek. Adi Endre, karácsonyi reggel. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hála ének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lenn a nagy Isten szent kegyelme súgna, szállna. Az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja a lelkem a nagyváros durva zaja. De jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni. De jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni. Szeretetben üdvözölni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. Ez a gyarló ember, ember lenne újra. Talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet. Egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Istent és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Karácsony van, kis Jézusom, ugye hallod szavam? Segíts, hogy még jobban ismerhessem magam. Segíts, hogy a testvéremnek jó testvére legyek. Szeretetem tőled kapjam, és hogy szeressenek. Segíts, hogy a szüleimnek jó gyermeke legyek, megérthessem a világot és az embereket. Karácsonyban, kis Jézusom, téged ünnepelünk. Hit, a béke és a szeretet legyen mindig velünk. Hit, béke, remény, szeretet. Boldog, békés ünnepeket kívánunk! Thank you.
Újra itt a szép karácsony, szikrázik minden hó, pihes áll. Csengő szól és gyertya lobban, ünnepe, ünnepe, így van már. Jézus Krisztus, hála néked, Isten fia, megtartó. Értem, jöttél el a földre, te lárválunk, megváltó. Újra itt a szép karácsony, szikrázik minden hó, pihes áll. Csendő szól és gyertya lobban, ünnepe, ünnepe, itt van már. Ugyan nincsen hó, de az ünnep a miénk. És a kis műsorunkkal azt szeretnénk bebizonyítani, hogy mindenkihez az ünnep. Ha vallásos, ha nem vallásos, mindenki. A családé. Természetes, a család az bővebben is érthető, de hát mindannyiunké. A következőben olyan dalokat énekünk, amelyek a nép ajkán keretkeztek, de karácsonyra kapcsolatos, mégpedig az újszülött gyermek. Most aki nyíl egy szép rózsavirág, aki régen várt az egész világ, Betlehemben kivillogott zöld áll, király nem bőr méltóság, király nem. Sok jót tettél, a pokoltól megmentettél. Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján, örüljetek, örvendjetek, a kis Jézus megszületett. A kis Jézus aranyalma, boldogságos szűz az anyja, már is csendül a fülembe angyalok mondása, hogy a Jézus megszületett, rongyos is felóba. Oda menni vagyok bátorságom, azt remélem, kis Jézus meglátom. Gyere pajtás, őrüljünk el, legyél te is társunk. Vélünk van a jó forrójás, a régi bolytárunk. Gyere, pajtás, induljunk el, legyél te is társunk. Vélünk van a jó forrójás, a régi bolytárunk. Ezeket a népdalokat nagyon sokan feldolgozták. Tudjuk, hogy leginkább Kodály Zoltán volt az, akik feldolgoztak. Most pedig két olyan ének következik, amit zeneszerző szerzett, tehát polgári jellegű a témája. Fényességek, csillagos ég van, várott, vándor, baktat a hóban, szép karácsony, vezet a tájon, fáradt vándor utat találjon. Kézes bábú ring a falában, jászol mellett véget a bárány, gyújtsunk gyertyát, itt a karácsony.
színábrakon, palotába és kunyhóba, nagy örömet vigyetek, boldogságos ünnepet. Végül három karácsonyi ének következik, ami együtt fogunk énekelni, ebből legalábbis kettőt. Mindenki jól ismeri, mégpedig egyházi és a templomban mindenki szokta énekelni. Ennek még az az érdekessége is, hogy nem is gondoltam én magam sem, hogy kötődik a mi térségünkhöz. Ugyanis ezt a három dalt Tárkányi Béla szerezte, aki 1858-tól 10 évig egyeken volt plébános. És olyan dal, mint a Pásztorok, pásztorok, mindenki ismeri. És mindenki ismeri az utolsó dalunkat, a Dicsőséget is. Ezt is Tárkányi Béla írta. Tehát mi nem előadunk, hanem együtt szeretnénk mindenkivel együtt énekelni. Az elsőt talán nem tudják mindannyian, mert valóban csak templomi ének, de aki tudja, kérem énekeljen velünk. Krisztus Jézus született, örvendezünk, néki örömének szenkedezünk. Dávidnak véléből, tiszta szűzméből született Krisztus Jézus. És most mindenki. Pásztorok, pásztorok, örvendezve, sírjátok Jézushoz Betlehemben, lázönt és mondanak a kisdednek, mi vágyát ott hozott az embernek. Angyalok szózata minket visi, és emelkezte hát minden műszi. Jézusát mi is álljuk, mint a hív pásztorok magasztaljuk. A kisten Jézusát mi is álljuk, mint a hív pásztorok magasztaljuk. A dicsőség előtt csak egy mondatot szeretnék mondani. Nagyon-nagyon jelentősnek tartom, hogy ebben a kifejezetten egyházi énekben békességet, vagy dicsőség először az Istennek, majd másodjára békességet az embernek kér. Ez a szöveg. Hát azt kívánom, hogy békesség legyen e földön. Ne széthúzás, és tartsuk magunkat ehhez, mert ettől függ a jövőnk. Nagyon kérem, hogy együtt énekeljük. Dicsőség mennyben az Istennek, dicsőség mennyben az Istennek, az angyali serege, mihai énekelnek, dicsőség, dicsőség Istennek.
szép karácsonyozást kívánom mindenkinek.